Kedves Réka, szívből gratulálunk neked immáron a 11. bajnoki címethez. És ez volt az első alkalom, hogy megtiszteltél bennünket a Míg Amatőr bajnokságon. Hogy érezted magad? Remekül éreztem magam. Azért is nagy dolog ez számomra, mert az utolsó bajnoki címemet az 2007-ben szereztem. Úgyhogy eltelt azért 13 év. Kicsit remegő lábakkal álltam az egyes editőre az első nap, de utána a szerencsére azért a rutin meg az évekkel sikerült összehoznom, és nagyjából azt tudtam játszani, amit elterveztem. Szuper. A Magyar Míg Amatőr Bajnokság miben volt esetleg más? Mi az, ami talán meg lehetne említeni különbségként az eddigi bajnokságaihoz képest? Úgy azért különösen kedves ez nekem, és azért tölt el különösen jó érzéssel, mert korombeliekkel játszhattam. És amikor egy normál magyar bajnokság van, akkor azért küzdeni kell a juniorokkal, akiknek sokszor a flájtások átlag életkora nincs annyi, mint 20 év. És nem érzem olyan motiváltnak magam, mint amikor a saját közegemmel játszom és versenyzem. Hogyha szeretnél esetleg a női társaidnak valamit üzenni, mi lenne az egyetlen egy olyan információ, amit úgy szívesen megosztanál velük, vagy esetleg amivel annak örülnék őket a legjobban, hogyha a férfiak párjaik, hölgyek minél többen elkezdnének golfozni, és egyre több női golfozó lenne. Ez borzasztó nagy örömmel töltene el. Akik amúgy is itt ülnek és várják a párjaikat, azok miért nem ragadnak hütőt és kezdenek el versenyezni? Fantasztikus. Szívből gratulálunk neked még egyszer, és várunk téged vissza jövőre is. Köszönöm szépen, Tamás. Kedves Zsombor, először is szívből gratulálunk neked, hogy köszönöm. A 8. Míg Amatőr Bajnokság nyílt kategóriáját megnyerted. Hát valami fantasztikus volt a 18-as greenen ez az utolsó patod. És ugye tavaly a playoffban elvette a pálya tőled a lehetőséget, amit most visszakaptál. Mesélj nekünk erről valamit. Köszönöm szépen, Tamás, köszönöm szépen. Hát igen, ez pont így volt tavaly. A 18-ason voltunk, én vezetettem még egy ütéssel, és akkor a franc, aki utána nyert, egy 8 méter patot benyomott, és így jöttünk a playoffba, és akkor ő nyert. És így igazából egy évig ugye fejemben volt, hogy ez hogy lehet egy 8 méter pat ilyen messziről pont akkor bemenjen, amikor nem kellene most bemenjen. És visszajöttem, hogy nyerjen még azt, amit tavaly elveszítettem. És az élet úgy alakult, a golf élet, hogy nekem volt most ez a 8 méter pattom, a 18-ason szintén, a legutolsó nap, és nekem ment be, és így meg tudtam nyerni. És ez olyan érdekes, ezt nem lehet leírni, ez nem lehet könyvet erről írni, mert ez az élet írja, és nagyon boldog vagyok, ez így sikerült, és nem simán nyertem, mondjuk akkor is örültem volna, de ez, hogy így sikerült, egy ilyen formában, az különleges dolog, ezt még 20 év múlva el tudom esélni a fiamnak. Szívből gratulálunk neked még egyszer, Zsombi, és nagyon-nagyon bízunk abban, hogy jövőre megint ellátogatsz hozzánk, és itt leszel a bajnokságunkon, megtisztelsz bennünket a játékoddal, és szívből kívánjuk, hogy legalább ilyen jó, ha nem ennél jobb játékkal. Igen. Gyere le majd a három napon. Szívesen jövünk a családdal is, akkor jövő nem. Úgy legyen. Köszönöm. Szóval Krisz, először is szívből gratulálok köszönöm neked szépen a magyar bajnoki címethez. Megjártad, mondhatjuk, hogy megjártad a poklot és a mennyet, meg, igaz? Meg, szó szerint. Milyen érzés volt az, amikor a 18-asan Zsombi ellen játszottál és bevágta azt a birdie pontot? Nem tudtam akkor, hogy mi a mérkőzés állása, nem követtem a pontokat. Az egész mai játékomnak a fő meghatározója az volt, hogy egybe tudjam tartani a játék elején történtek miatt a szkórumat gyakorlatilag. Ezért fogalmam sem volt róla, hogy ki hogy áll. Egyszerűen igyekeztem magamtól tehetőleg többet kihozni abból, ami benne van ebben a napban. Akkor mondhatjuk azt, hogy azon a ritka játékosok egyike vagy, aki nem nagyon követte a mezőny állását. Nem szoktam követni. Uh-huh. Nem szoktam követni. Amikor ritkán tudomást szerzek volna, mert más flájtások megnézik vagy elmondják, akkor nyilván része lesz a játékomnak az, hogy a többiek hogy állnak. Ezt meg kell tanulni kezelni, főleg, hogy ezek az új valós idejű rendszerek már ezt lehetővé teszik. De mai nap nem követtem, és kértem is a flájtásomat, és a bírót is, hogy ne közöljék az eredményeket velem. Úgyhogy nem tudtam, hogy azon az ütésem múlott. Viszont, amikor ugye playoffra felálltatok a négyesükön, hát akkor már nyilván tudtad, hogy miért küzdesz. Igen, akkor már tudtam, és miért. És jött a mennyország?
Hát jött a mennyország, illetve jött egy olyan mentális állapot, egy olyan nyomás, amit azelőtt nem éreztem. Óriási izgalom volt, nagyon-nagyon jó, és nagyon köszönöm az Ilai Csabinak, hogy eljött velem erre a körre, és ott előkészületek 10 perciből lehet, hogy legtöbbet tette, hogy ez így sikerüljön. És azután elkezdődött a playoff, ami egy elképesztő lelki és mentális állapot. Fantasztikus élmény. Óriási. Nehéz volt a beállásod, ugye a fairway-re drive voltál, és mintha egy picit lefele álltál volna. Igen, lefele álltam. Tartottam is az ütéstől, igyekeztem egy valami nagyon buta mozdulattal túl lenni rajta. Éreztem, hogy benne van a jó lehetősége, ami sajnos meg is történt. Szerencsémre nem került hóba a labda, a green elején landoltam, egy 19 méteres csapra sikerült a varázsban, amíg jön hozzá a labdát, és így lett már. És kiharcoltad ugye akkor a továbbjátékot? Így van, a továbbjátékot. Jött a pár hármas az ötös szakasz. Jött a pár hármas az ötös szakasz, ahol az Attila ütötte egy látszólag nagyon jót abban a szögből, ahol mi álltunk. Láttuk, hogy ez közel van a zászlóhoz, ez az ütés. És mondtuk a szakasz előtt, hogy ha Attila jót üt, akkor támadni kell a zászlót. És egyszerűen ez történt. Kicsit lecsúszott balra az ütésem, de egy tiszta találat volt. Nem volt a legszebb swing, de az állapotban ez volt a maximum, amit ki tudtam hozni belőle. Majd amikor oda sétáltunk, derült ki, hogy Attila roughon van, és onnan egy chip patt után nem tudta befejezni a lyukat, mi pedig egy 9 méteres patttal a fringe-ről közel kerültünk, 25-30 centire, és onnan befejeztem a versenyt. Könyörtelenül kihasználtad a... Nem tehettem mást. Hát szívből gratulálunk. Köszönöm neked szépen. Még egyszer, Krisztián, a bajnoki szépen. Címethez. Köszönöm szépen. És reméljük, hogy jövőre találkozunk ismételten itt. Biztos vagyok benne, hogy így lesz. Úgy legyen. Köszönöm szépen.